Az elmúlt hetek csapadékos időjárása miatt a Városgazdálkodási Intézmény legfontosabb feladata a csapadékvízrendszer takarítása, árkok átvágása, rézső kialakítása volt kézi gépi munkaerővel. Sajnos az volt tapasztalható, hogy összességében nem esett több csapadék, mint ebben az időszakban szokott, viszont a megoszlása a csapadéknak azt mutatta, hogy hirtelen nagy mennyiségű csapadék érkezett a város belterületére, amit a jelenlegi vezetékrendszer ekkora mennyiségben már nem képes elvezetni, illetve befogadni. Ezért gépi és kézi munkaerővel, ahol csak lehetett, beavatkoztunk, ezzel is elősegítve azt, hogy azok a vizek, amelyek sajnos az útburkolaton, járdákon fölhalmozódtak, minél hamarabb a csatornákba kerüljenek. Ezzel a probléma körrel egyébként az önkormányzat is foglalkozott, és legutóbbi testületi ülésén a Városgazdálkodási Intézmény a hivatal kollégáival egy prezentációt készített, és az is tudva levő, hogy péntekig egy előterjesztés fog készülni, hogy a legakuttabb, legproblémásabb helyszíneken milyen beavatkozást javaslunk, és az nagyságrendileg milyen költségvetéssel jár.